Kedves nézőink, most egy nagymúltú pedagógussal láthatnak egy stúdió beszélgetést, aki a közelmúltban vehette át az önkormányzat oktatásért, nevelésért diszoklevél kitüntetését. Köszöntöm a stúdióban, Holzinger Négersei Katalin, jó estét kívánok. Mindenek előtt gratulálunk a kitüntetéséhez. Hány év óvónői munka áll emögött a kitüntetés mögött? Jó estét kívánok. 40 év óvónői munka áll ez mögött, az elismerés mögött. És hány munkahely? Hát egy munkahely végül is, mert én annak idején 1975-ben a 8-as számú óvodában kezdtem el dolgozni, és ugye a következő munkahelyem ennek jó utódja volt a Hétszínvirág óvoda, ahol aztán a következő években azután, hogy a 8-as számú óvoda ugye megszűnt, így különböző telephelyeken, de ennek jogutódjában végeztem. Tehát gyakorlatilag 40 éven keresztül egy munkahelyen. Azért ez nagyon ritka, azt gondolom, hogy ez sok mindenkel elkötelezettség, egy jó közösség az, hogy valaki 40 évet végig csináljon. Hát igen, a jó közösség az elengedhetetlen, mert én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember meg tudjon újulni a szakmájában, a továbbképzések persze ehhez hozzásegítik a továbbtanulások, az egyéb szakmai munkák, meg a szakmai feladatok, de kell hozzá egy közösség, amelyik mindig inspirálja az embert arra, hogy valami újat még a szakmájában megtanuljon. Egymástól is lehet tanulni. Én nagyon szerettem a kolléganőkhöz bemenni egy-egy foglalkozásra, vagy egy kezdeményezésre, mert nagyon sok mindent lehet tanulni egymástól. Az ember néha csak úgy rácsodálkozott, jé, hát ezt így is meg lehet oldani. Kipróbálta, bevált, és akkor... És tényleg. Szóval én nagyon szerettem így. Azért így beszélgettünk itt az adás előtt, ön végigérte az ajkai óvodák változását elég sok helyszínen. Egy munkahely volt, egy munkáltató elég sok helyszínen voltak. Azért ez nem kis feladat, egy-egy ilyen óvoda költöztetés, hogy konkrétan? Hát csomagolni megtanultunk, az tény és való. Ugye a 8-as óvoda, amikor megszűnt, azért ott 8 csoportnyi gyerek szűnt meg, hát 8 csoportnyi gyereket kellett elhelyezni utána ugye a bölcsődének az épületébe, ugye hát ott a szülők egy részének ugye volt rá lehetősége, hogy esetleg egy másik óvodát válasszon, de az a maga, ami megmaradt, hát őket azért ott 6 sokkal kisebb csoportszobába kellett elhelyezni, de megoldottuk, jól éreztük magunkat, belaktuk. Utána mire ott úgy jól éreztük magunkat, ugye akkor hát csak szükség lett a bölcsőde épületére is, mert hála égnek úgy döntöttek a fiatalok, hogy több gyereket vállalnak, nőtt a gyerek létszám és igény lett a bölcsődei férőhelyekre, így úgy döntött az önkormányzat, hogy visszaadják a bölcsődének az épületet. Mi pedig költöztünk tovább a Hétszínvirág óvodába. Mondjuk én ilyen szempontból ott szerencsésnek mondhattam magamat, mert kolléganővel, gyerekekkel együtt mehettem egy teljesen üres csoportba, úgyhogy ez nagy könnyebbség volt akkor szülőknek is, gyerekeknek is, hogy nem kellett szétválni, hanem együtt maradhattunk. Tehát voltak kihívások rendesen? Voltak kihívások rendesen. Úgy gondolom, nem csak az épületek változtak, hanem maga az egész oktatási rendszer, hiszen nagyon sokat változik az elmúlt években, évtizedekben. Az óvodai munkában ez mennyire csapódik el? Tehát mennyire változott mondjuk az elmúlt 40 évben az óvodai munka? Hát nagyon sokat változott. De akkor, mikor én elkezdtem dolgozni 1975-ben, akkor még a gyerekeknek a napirendje, vagy mondjam, hogy szoros volt olyan szempontból, hogy napi nagycsoportosoknak például 2 kötelező foglalkozás volt napi szinten, ami azt jelentette, hogy 10 órai után minden gyerek leült az asztalhoz vagy a szőnyegre, és kötelezően a 30-35 gyerek, mikor mennyien voltunk, ott a foglalkozást, azt a 20-25 percet végig kellett, hogy ülje. Na most egy idő után azért rájöttek, hogy ez így nem lesz jó, mert azért ezeknek a gyerekeknek ez nem életkori sajátossága, mint az iskolásoknak, hogy beül a padba, és 20-25 percig figyel.
utána már több volt az a szabadság, amit kaptunk, hogy eldönthettük, hogy mi az, ahol mit kötelező jelleggel, mondjuk egy testnevelés foglalkozást például ugye csak kötelező jelleggel lehet megoldani, ott minden gyerekenek részt kellett venni. De később már inkább kezdeményezés jelleggel volt, tehát ez már olyan szinten volt kihívás az óvónő számára, hogy olyan eszközöket, olyan motivációkat kellett biztosítania, ami felkelti a gyerek érdeklődését, oda megy, esetleg gyűjt hozzá anyagot otthon, anyukával, apukával. Tehát azért ezek már inkább gyerekközelibb módszerek voltak. Tehát pozitív irányba? Pozitív irányba. Mennyire könnyű egyébként megfogni a gyerekeket manapság a mobiltelefon és az internet korában, amikor azt mondaná, hogy gyerek, kisfiam, és akkor ragasszunk, rajzoljunk, vagy dolgozzál valamit? Megmondom őszintén, hogy most az utóbbi években tapasztaltuk a kolléganőkkel azt, hogy egyre erősebb motivációra van szüksége a gyereknek, hogy fel lehessen az érdeklődésüket kelteni. Tehát nem mondom, hogy mindenkinek, mert egyre inkább azt tapasztalom, hogy a gyerekek elég magas ismeretanyaggal, tehát elég jó ismeretanyaggal kerülnek be már az óvodába. Tehát olyan kisgyerekek, most akiket én most már ugye ott hagytam, hogy így mondjam, mert már ugye nem dolgozom, olyan állatok témakörében például olyan ismeretanyagokkal rendelkeznek, hogy csak nézzünk sokszor a kolléganőkkel, hogy 3 éves gyerek, és hozza a könyveket, mutatja dinók világába, meg a mai gyerekek, hát elképesztő ismeretekkel rendelkeznek. Nyilván megvannak a források. Úgy gondoltam rá, hogy valamikor régen ugye azt mondták, hogy kulcsos gyerekek nőnek az utcán, most inkább mobiltelefonos gyerekek nőnek ugye az utcán, nem tudom, mert mennyire jellemző az óvodában, egyébként náluk van, nyomogatják a mobiltelefon? Hát így, hogy olyat már láttam, hogy anyuka ott még öltözteti, hogy könnyebb legyen a dolga, odaadja a gyereknek a telefont, hogy játszon vele. Mondjuk nem, én személy szerint ezt nem tartom egy jó dolognak, mert a mobiltelefon nem erre való. Játék mobiltelefon természetesen minden csoportba felelhető, vagy leselejtezett és már nem működő telefonnal szívesen játszanak a gyerekek, de viszont egyre több csoportban megtalálható a számítógép. De mondjuk olyan szinten, hogy olyan logikai játékokat játszhatnak velük, ismeretanyagokat, tehát olyan filmeket tudnak megnézni a gyerekek. Például madarak témakörében nézegettek most, múltkor, hogy bent voltam, madarak fák napja alkalmából, madarak hangjával ismerkedtek, és ugye hogy a hangot a képpel össze tudják egyeztetni a kicsik, ugye így könnyebben tanulnak. Tehát nagyon modell, jól fel lehet, modelltechnikát, így van, fel lehet használni. Gyerekek legalább azt is látják, hogy mire is lehet ugye használni az internetet, például a számítógépet, nem csak ugye esetleg arra, hogy cseteljenek egymással. Nem tudom, hogy az óvodások későbbi ebben mennyire kötődnek, tehát hogy kikerülnek az óvodából. Tetszik tartani a kapcsolatot? Van ilyen kapcsolat a gyerekekkel? Hát megmondom őszintén, nekem van olyan óvodásom, aki 78-ba ment el iskolába, mind a mai napig. Ha találkozom vele, köszön, megismer. Igaz, hogy a gyerekeim baráti köréhez tartozik, de ennek ellenére ő is, sőt, érdekes módon, hogy a régiek, tehát akik ugye 70-es, 80-as évek környékén voltak óvodások, ott inkább a szülők azok, akik mind a mai napig néha rám köszönnek, viszont az elmúlt 10-15 évben óvodából kimaradt gyerekek, ők köszönnek az utcán, megismernek szülők. Mondjuk lehet, hogy ez annak is tudható be, hogy volt egyszer egy olyan kezdeményezése az óvodának, hogy városi szinten tartottunk játszóházat. Ez annyit jelentett, hogy a 2,5 éves gyerekeknek havonta 1-2 alkalommal délután, ilyen 4-től 6-ig idővalomba játszó délután tartottunk, ahova jöhettek szülők a gyerekekkel, kézműveskedtünk, játszottunk, ismerkedtek az óvodával, meg a leendő óvónénikkel.
Hát azokkal a gyerekekkel beszoktatási probléma nem volt. Tehát ők, mikor bekerültek az óvodába, tudták, hogy ki az óvónéni, ki a dajka néni, mi hol található a csoportszobába vagy a mosdóba, tehát nem volt velük gond, és ezekkel a gyerekekkel mind a mai napig nagyon jó a kapcsolatom. Előfordul, hogy becsengetnek nálam, ha arra bicikliznek, és meglátogatnak, vagy ha találkozom velük az utcán, megállítanak, beszámolnak róla, hogy hogy megy a tanulás. Úgyhogy ez nagyon jó érzés. Ahogy önt hallgatom, nyilván minden pályának megvannak a szépségei és a nehézségei is, természetesen. De ahogy önt hallgatom, azt hiszem, hogy ön a szépségekből kapott többet. Így van ez. Hát nem tudom, még nem csináltam leltárt, de én igyekeztem mindig a jó oldalát nézni a dolgoknak, és meg valahogy úgy is van vele az ember, hogy a szépre szívesebben emlékszik, és bennem ezek maradtak meg. Én nagyon szerettem a gyerekeket, én mindig úgy voltam vele, hogy minden gyereket van miért szeretni. Még azt is, amelyikre néha azt mondja az ember, hogy Istenem, 10 évet elvett az életemből, de akkor is van biztos valami olyan tulajdonsága, amiért ő is szerethető. Nem készített még leltárt, ahogy ön mondta, de azt hiszem, hogy most eljön majd az ideje. Ugye ennek nem hiszem, hogy titkot árulunk el, hogy mi következik? Hát július 15-től nyugdíjba vonulok, befejezem az aktív munkát, de ez nem azt jelenti számomra, hogy én elszakadnék az óvodától, mert én úgy gondolom, hogy ennyi év után nem lehet egy vonással mindent semmissé tenni. Én mind a mai napig bemegyek a volt munkahelyemre, tartom a kapcsolatot a volt kolléganőkkel. Gyerekek is örülnek, legalábbis úgy látom, mikor bemegyek, örülnek, ha látnak. Úgyhogy szeretném, hogyha ez így is maradna még egy darabig, mert tehát 40 évet én nem tudok úgy befejezni, hogy most hátat fordítok, és most más kezdődik. Azt hiszem, hogy nem is lehet egyébként ezt így. Hát akkor ez a továbbiakhoz kívánunk önnek. Jó egészséget is, minden jót. Köszönjük szépen, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm én is.